muszáj, hogy egy ilyen folyamaton átmenjen a vendég, miközben ott fekszik, hogy mi is egy picit ilyen erőteljesebben közlünk dolgokat az első folyamatban, de hogy ő utána tudja érzékelni ezt a finom érintést, akár az ecsetvonásokat, mert az annyira finom, hogyha ő még mindig abban az állapotában lenne, amikor az ecsettel érintem, nem lenne olyan hatása. Tehát itt megint látszik a kezelésben ez az adok és a kapok, tehát hogy nekünk is kozmetikusként azt is érzékelnünk kell, hogy a vendégünk milyen állapotban van, tehát hogy annyira individuális tényleg a kezelés. Hiába van egy ilyen szigorú metodikája, amit mi folyton követünk, akkor is van benne egyfajta megengedés, hogy látjuk, hogy ő miben van, és mi hogyan tudjuk őt segíteni ebben a folyamatban, és ez visszahat ránk is. Uh-huh. És ez annyira csodálatos ezt átélni, legalábbis nekem minden kezelés más, minden ember más. És ezért nagyon hálás vagyok.